Szabadság mozgalom szerint veszélyes vizekre tévedt a kormány, amikor alapvető jogaiban akarja korlátozni állampolgárait. A jövő héten tervezett korlátozások életbe lépése alaptörvény ellenes, ezért felszólítjuk a kormányt, hogy hagyja abba az emberek zsarolását, és ne próbálja rájuk erőszakolni azt, amivel önszántukból nem szerettek volna élni. Sem vírustagadók, sem oltás ellenesek nem vagyunk, illetve az összeesküvés elméleteknek sem ülünk fel, de egyre szembetűnőbb, ahogy megpróbálják zsarolni és terelni az embereket, akárcsak birkákat a vágóhíd felé. Ha hihetünk a statisztikáknak, akkor világosan látszik, hogy az egyre inkább ránkényszerített oltások sem hozták el a hozzájuk fűzött reményeket, és minden nap kiderül valami ezekről a septében összedobott vakcinákról, akár a hatásokat, akár megbízhatóságokat, akár mellékhatásaikat tekintve. Ennek ellenére mindenki szíve joga, hogy szeretne vagy sem élni ezzel a lehetőséggel, de az elfogadhatatlan, hogy szankciókkal akarják ráültetni a nem véletlenül még nem regisztrált emberekre az oltást. Az pedig egyenesen bicska nyitogató, ahogy dr. Szlávik János fogalmaz, és veszélyesen titulál minden olyan embert, aki még nincsen beoltva, azokat is, akik vagy már átestek és védettek, vagy pedig nem kapták még a vírust, és mag egészségesek, így ők sem a vírust nem tudják terjeszteni, ellentétben sok beoltottal, akik viszont terjeszteni is tudják, és elkapni a vírust. Az egész intézkedési mechanizmus egyre inkább túlmutat a víruson, olyan, mintha egy előre megírt forgatókönyv alapján lenne végrehajtva, sokszor még a részletekre sem figyelnek annak mihamarabbi kiteljesedése érdekében. Ugyanis az a védettségi igazolvány, amihez a most bevezetni kívánt korlátozásokat akarják kötni, egy semmit nem érő, valakinek jó üzletet jelentő plastikkártya, melyet sok esetben pár nappal az első vakcina felvétele után is kiküldenek már a beoltottaknak, aki viszont a rövid idő alatt még nem érez semmilyen védettséget, valamint egészségügyi kockázatot is jelent azok számára, akik nincsenek beoltva és egészségesek. Az is egyre inkább kirajzolódik, hogy ebben a kérdésben is csak a Mi Hazánk mozgalomra számíthatnak a magyar emberek, mert mi nem politikai célok elérése véget, hanem honfitársaink szabadságának megőrzése érdekében hallatjuk hangunk, míg a korlátozásokat ránk erőltető Fidesz és a baloldal egymást publicitálva próbálják befolyásolni az embereket. Pártunk egyedüli lezárás ellenes pártként nem csak az értelmetlen lezárások ellen vonult március 15-én utcára, kockáztatva ezzel a hatóságok által kiszabott bírságokat, de a megbélyegzés ellen is fel fog lépni, ha a kormány kitart diszkriminatív intézkedései mellett, és a helyzet azt megkívánja.